Soltvad kert a Duna-Tisza közén, a Kiskunsági Nemzeti Park szomszédságában, az 53-as és 54-es közutak kereszteződésében fekszik. A város lakói büszkék az itt létrehozott értékekre. Művészeti csoportjai, civil közösségei, alkotói, sportolói az országhatáron kívülre is elviszik Soltvad kert hírnevét. Jelentős a város turisztikai adottsága. Legvonzóbb idegenforgalmi nevezetessége a vadkerti tó, vagy ahogy a helyiek és a környékbeliek hívják, a büdös tó, aminek az egyik fele kiépített strand, a túloldalon pedig susogó nádas, pecások és ligetes kis erdő. És hogy mit lehet itt csinálni? Télen, amikor a tóvize befagy, több hónapon át ingyenes korcsolyapályát jelent a helyi és környékbeli lakosságnak, nyáron pedig strandolni, mert tényleg mindent nyújtani tud, amire 1-től 99 éves korig szükségünk lehet egy ilyen helyen. A tó másik partja, ahol a susogó nádas található, a helyi és vendégkorgászok birodalma. Akiben pedig az eddigiek után maradt volna kételj afelől, hogy a büdös tó jó hely, annak elmondanánk, hogyha nem is világra szóló események, de azért különleges hangulatú, helyi érdekű rendezvények itt is várják a látogatókat. Minden évben nagy örömmel hívja a város a vendégeket a bor és sör fesztiválra, a motoros és BMW találkozóra a vadkerti tóhoz, és két évente szeptemberben a szüreti fesztiválra a városba. Soltvadkertet persze nem véletlenül nevezik a szőlő és a bor városának. A helyi borászok évszaktól függetlenül szívesen fogadnak pincészeteikben vendégeket. Érdemes ellátogatni a Friedman borászatba, amely a kunsági borvidék egyik legsikeresebb vállalkozása. A Font borászatba, amely egy 25 hektáros családi birtok, de a Lantos borászatot, a Galántai családi pincészetet és az Erdős borászatot sem szabad kihagynia annak, aki Soltvadkertre látogat. A helyi borászatoknál egy remek borkóstolóval egybekötött vacsorát költetnek el azok, akik előre bejelentkeznek. Ha nem borra vágyunk, hanem megkóstolnánk az Alföld gyümölcseit palackba zárva, akkor érdemes felkeresni a Schissler Pálinka látványfőzdét és kóstolóházat a városban. Súlyos vétek lenne kihagyni a Kossuth Lajos utcában található Szent Korona cukrászda fagylaltjait és süteményeit, amelyet az egész országban ismernek. De mielőtt betérnénk egy frissítő hideg finomságra, tegyünk egy rövid sétát a városban. A városközpontban elsősorban a szép köztéri szobrok késztetnek szemlélődésre. A főtér szoborsétányán Szent István és Szent Orbán, valamint azoknak a volt soltvadkertieknek a szobra néz le az arra sétálókra, akik fontos szerepet játszottak a település életében. Báró Orci Lőrinc, Lukács Antal, Krémer Fülöp és Nagy Pál István. A főtéren felbukkan egy-egy olyan épület is, amely a 19. századi polgárosodás, gyarapodás korszakára emlékeztet. Ilyen épület a mai városháza, az egykori Lukács kúria. A főtér dísze az evangélikus óvoda új épülete, amelyet 2014-ben adtak át a kicsiknek. Az 1993-ban várossá avatott Soltvadkerten egyetlen központi iskola működik, a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, amelyben művészeti képzés is folyik. Kulturális közművelődési műhely, a Városi Művelődési Ház könyvtár és szabadidőközpont. Gyakori színhelye a helyi ünnepi rendezvényeknek, színházi előadásoknak, kiállításoknak, és van mozi is. Ez a találkozó helye Soltvadkert város citera zenekarának és népdalkörének. A Soltvadkerten található három templom érdekessége, hogy egymásnak háttal állnak, ami azonban nem jelent ellenséges viszonyt. A város azon ritka magyarországi települések közé tartozik, ahol az evangélikus templom áll a város központjában. A ma látható klasszicista stílusú templomot 1837-ben szentelték fel, amely köré az évtizedek folyamán óvoda, parókia és egyéb vallási célokat szolgáló épületek emelkedtek. Hosszú üldöztetés viszontagságos évek után
1794. szeptember 26-án déli 12 órakor elkészült a mai református templom, amely Soltfatkert legrégibb műemléke. Nemrégen teljesen felújították. A jelenlegi város felekezetei közül a legnagyobb lélekszámot a katolikusok képviselik. A római katolikus Szentlélek templom hosszú évek hagyományaként ápolja az adventi zenei találkozót, aminek karácsony előtt ad otthont. És most haladjunk tovább. Soltfatkert lakóinak megélhetését évszázadokon keresztül a szőlőtermelés biztosította, számottevő ipar csak a rendszerváltás után alakult ki. A 90-es években magyar szilíciumvölgynek is nevezték Soltfatkertet. A város északi és keleti felén, a lakóházak garázsaiban sorra nyíltak a mini műanyagüzemek, ahol szorgosan gyártották a zacskókat, szatyrokat, zsákokat és a fóliát. A város ezer részén található Garami Zoltán Materiál Plastik Kft. Nevű cége is, amely ma már Magyarország egyik vezető műanyag feldolgozó üzeme. A legvisszafogottabb becslések szerint is Soltfatkerten összpontosul a magyar polietilén feldolgozó kapacitás több mint fele. A soltfatkerti mikroklíma nem csak a szőlő és gyümölcs kultúrának kedvez, de a nagy teljesítményeknek is. Soltfatkerten született Szávai Ágnes teniszező. A várost körülölelő tájat örökítette meg Homokország című művében a város díszpolgára, Richter Ilona, Munkácsi Mihály díjas magyar grafikus illusztrátor. Az elmúlt esztendőkben pedig Soltfatkertről került ki az év borásza, az év vendéglőse, az év jegyzője, az év lelkésze és az év természetfotósa is. Rendkívül pezsgő sportélet zajlik a városban. A birkózók, az önvédelmi sportot űzők, a teniszezők, az asztali teniszezők, a labdarúgók, terepjárósok, a sakkozók, a női és férfi kézilabdások, a kézisuli utánpótlás sportegyesület és a soltfatkerti focisuli egyesület tagjai sok-sok örömteli pillanatot szereznek eredményeikkel a város lakóinak. A városban tett séta után megérdemeljük a híres nevezetes soltfatkerti cukrászda fagylaltját és süteményeit, ahol a széles választékhoz gyönyörű környezet is dukál, és ahol szívesen megállnak még az átutazók is.